6 új szakembert mutatott be Szűcs Mihály sportigazgató a sajtó képviselőinek a Nyíregyháza Spartacus csütörtök esti tájékoztatóján. Persze Lucsánszky Tamást nem kellett bemutatni, hiszen 3 évvel ezelőtt az ő irányításával jutott fel az NB1 Baszpari. Szintén ismerősként érkezett az egyik asszisztens edző Farkas Attila, aki korábban játszott Nyíregyházán. Mellette Bozsik József, Nagy Gábor kapusedző és Darabos Balázs erőnléti edző segíti majd a tréner munkáját. Bene Ferenc pedig szakmai igazgatóként dolgozik majd az első csapat és az utánpótlás sikeréért. Lucsánszky Tamás, aki a legutóbbi szezonban a 4. helyen végzett a Soroksárral, a vezetők által felvázolt koncepció miatt mondott igent a Spari invitálására. Ahhoz képest, amikor korábban voltam itt, és rendkívül jól eső érzéssel sikeresen teljesítettük az akkori bajnoki szezont, ahhoz képest azt gondolom, hogy a klubnál lévő változások azok olyanok, és annyira hosszú távon mutatnak, hogy nagyon nagy szakmai kihívásnak tartom ezt a felkérést. Gondolok itt arra, hogy a Spartacus végre a Bosik Akadémiával együtt és közösen karöltve tudja kidolgozni azt a futballkoncepciót és projektet, ami alapján mondjuk egy klubnak az arculatát föl lehet építeni, és ebbe úttörőként szerepet válna, azt gondolom, igen nagy megtiszteltetés. Bene Ferenc szakmai igazgatóként egyrészt felügyeli majd a vezetőedző munkáját, másrészt pedig az első csapat és az utánpótlás közötti kapcsolat is a korábban Újpesten, Diósgyőrben, Gyirmóton is dolgozó szakember jelenti majd a jövőben. Engem két dolog motivált mindenképpen, hogy mind Nyíregyháza városa, mind a régió, mind pedig a Spartacus újra NB1-es csapatot köszönthessen. Tehát én nagyon-nagyon bízom benne, hogy minél rövidebb időn belül sikerül ezt a célt megvalósítani. A másik pedig tényleg egy olyan klubvezetés, meg olyan szakmai stáb állt fel most újonnan, hogy mindemberileg, mind szakmailag nekem egy hatalmas motiváció, hogy ilyen emberekkel dolgozhassak, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Az első edzés előtt 17 játékos jelent meg a Spari öltözőjében. Köztük volt a korábban a Ferencváros kötelékébe tartozó, de legutóbb a Soroksárban játszó Jova Levente és Csillus Tamás, valamint a Kisvárdáról érkező Fodor Ferenc is. A vezetők még tervezik újabb játékosok szerzőtetését. A csapat a július 3-án kezdődő szlovéniai edzőtáborig hazai környezetben készül.